Én látlak téged. Talán te, ja. Mellettem vagy jobbra? Aha. Én nem látlak. Akkor lehet, mert mit is mondtad a Shadow? Mondtál. Húha, be kell menni egy zébe. Várj egy picit, mert el kell tüntetnem az IVAPot. Azt mondja, hogy Options, Settings, Display. Igen. És azt ki kell venni, hogy Aircraft cast shadows on the ground, meg Aircraft cast shadows on itself. Oké. Okay. És Aircraft cast shadows on the ground. Oké. Okay. Aha. Igen, látlak. Igen, király. Akkor izé van. Készen állom nagyjából. Ja. Jó van, akkor beírunk valamit. Nem is értem, melyik honnan fúj a szél? A 16-os pályáról megyünk. Aha, jó. Tizenegy csomó 150-ről. Fú, ha, jó lesz. Sikerült beállítani a izé? A GPS-ben megjelent az út? Igen. Megjelent neked a beírás? Nem. Ah, hogy a fenébe? Én érdekes, mert igazából a csába, aki Charmerekről repült, őnekinek megjelent az írása, meg várt is ott a holding pointnál, amikor leszálltam. Uh-huh. Na, Max, próbálj meg te is, például, hogy írsz valamit, akkor szóljál. Most ez a legkevesebb. Annyi van, hogy... Hogy? Nem, semmi, meg vagyok. Ja, hát akkor Max indi, aztán követlen. Pilotsófűtés, ez fenn van. Bekapcsolja, ez a karburátor. Igen. Ezt kihúzom 100-ra. Olaj is van nagyjából zöld. Akkor indul a mandula.
Igen, ez a Sármelék reptér, ez igazából nagyon elég szép, nem? Igen. Bár mondjuk érdekes ide megérkezni ilyen katonai hangárak. De akkor ez volt az ilyen annó, ez ilyen katonai reptér volt? Igen. Mondjuk hát tökül is az volt. Nem tudom, milyen lesz fertőző Miklós, az volt csak valószínűleg csak egy füves pálya valószínűleg. Elvileg betonos pálya, legalábbis az izében, az X-Plane-ben betonos pálya. Igen? Mhm. Uh-huh. Approaching 1-6. On runway 1-6, flaps. Bajak mellé? Persze, azért jöttem erre az oldalra. Ja, jó. Nem, beírható. Aha, jó van, hát akkor most indulj, aztán annak követlek. Na, ennyi csak. Te bal forduló, vagy hogy gondolod? Aha, ja, próbáljuk meg, nem? Oké. Okay. Na, let's go. Te jó ég, mi van itt?
Mi a szél? Iszonyatos, össze-vissza rángatózik. Szerintem lehet, hogy az van, hogy ilyenkor próbálja a V-ket szimulálni. Lehet, hogy túl korán szálltál fel hozzám, nem tudom. Bár hasonló volt, és akkor utána jöttem. Utánad. Én szépen megyek ott a Balaton irányába megyek ott. Próbálok lassítani. 2500 körül. Magasság? Aha. Hát nekem még nem vagyok benne felhő, most igen, alatta vagyok. Hamozik keményen. Merre mész? Hát most itt ugye izjenek tőle a Balatonnak tőle az öbölnek, pont az öböl próbáltam, vagy a végig próbáltam megszírozni. Olyan, most az irányom egészen pontosan olyan 40. Ja, látlak, csak 40. Tőlem jobb oldalra mész. Ő lett balra. Milyen sebességgel? Milyen sebességgel mész? Olyan, hát 110, még kicsit gyorsabban. Mint kéne. Te mennyivel mész? Hát ez már 120-130 körül. Ja, próbálok kicsit balra húzni. Mi? Ezt most megkaptad, ezt az üzenetet? Nem. Nem írja ki valamiért. Na, elállt a hóesés. Elállt a hóesés. Hát most aztán most egy ideig aztán újra megint beleindult. Nem tudom, ugra valózik. Lát? Igen. Kicsit lejjebb vagy, ma lettem balra.
Most kell a probléma. Mi az? Ja, semmi, csak megjött megint a hóesés. Ja, ja, mondom, hogy gyere, gyere és megy. Na most viszont nem látlak. Most mögöttem vagyok, kicsit ugyanott jobbra. Milyen magasan vagy? 2300? Igen. Jaj, nem álltottam a tetves transponder. Azt én sem. Mit is? 7000, ugye? Hát én akkor beraktam 7001-et, de ja, jó volt. Akkor megsérelentünk az én. De várjam. De. Itt vagyunk vízén mögött, látod ott a... Itt vannak ezek a tanúhegyek, nem? Uh-huh. Ja, még valamennyire botocsony is látszik. Igen, még ott messze jobbra. Cabin is cool and steady. Micsoda? Cabin is cool and steady. Ja, ráhúztam a izéteket én is ott jobbra. Fűtést. Van az a három kar, nem? Ja, de még annak ellenére nem nagyon akar melegedni. Jó, tényleg nekem is az ideg is cool and steady. Nem láttak már, vagy? Elvileg megyek tovább ezen az útvonalon. Ja, bocsánat, én tértem el jobbra kicsit. Hát kicsit én is, mert dobál, dobál a szél. Szóval azt mondod igazából, hogy FSX-be jobban lehet ezért lenni VFR-t repülni? Hát bizonyos izék
bizonyos területek szerintem jól meg vannak csinálva, mert ahhoz, hogy ezért tényleg ilyen nagyon jó VFR tudjál repülni, mint ami mondjuk megcsinálták azt a fotószenerit, tudod, Magyarországra is, ahhoz vannak programok az X-Plane-re is, de az tényleg nagyon sok izét használ fel, nagyon sok memóriát, és nekem az nem nagyon izé megy. De jó, én nem mondom, persze nagyon jó izé is, nagyon jó a maga az alap izé default szender is, de ja, tehát én nem tudom, meg nagyon sok mindennel így meg vagyok elégedve az FSX-be, tehát most is, hogy ja, én ezt az izé, azt hiszem most ezt az Orbix-ot használom, szerintem izé szépen néz ki az FSX is, tud nagyon szépen kinézni. Ja. De ez az Orbix, ez is izé, ez is miket ad, ilyen fákat, meg ilyesmiket? Hát, ja, igen, végül is ilyen izé textúrát gyakorlatilag a földre. Nagy domb, hát azt szerintem izé, az a Pannonhalmi cucc, nem? Pannonhalmi apátság lehet? Ja igen, mert az lehet P-ről is megrepül, nem? Alattunk. Alattunk sümeg van. Ez sümeg lenne? Aha. Te nem töltötted le azt a izét, azt a G-Pen programot? Vagy Plan G-t? Ja, azt a VFR planninget? Aha. De letöltöttem, apa terveztem meg. Igen, meg hát az is tud izé mutatni, tehát az van ilyen moving map is benne. Azért gondolsz arra a sárga ikon. Hát ilyen repülőgép van benne. Ilyen bombázó, igen. B-24-es. Ugye. Felcsatlakozott a tiéd? Micsoda? A Plan G-t nézed? Nem. Ja, a térképet? Maga csak kinéztem az ablakon. Aha. Meg próbálok szarakodni, igazából van ez a nézem ezt a térképet. Amit hoztam Magyarország, ezt a VFR mapet. Na most meg eső, hogy mi az jég? Nekem most nincs semmi. Ezért a, tudod, a szellőzőknél azt a cabin ventilation-t azt told be, mit tudom én, olyan 30%-ra. Mert a cabin ventilation... A harmadikat, nem? Igen, na, az csak hideg levegőt ad. Ennek most teljesen be van tolva. Igen.
Aha. Nekem ezért... Megnézem erre. Cabin is warm and steady. Az... Ja, akkor jó, mert az enyém a cabin az cool and steady. Mert nekem ki volt húzva a harmadik is. Úgy van, hogy a harmadik betoltam, és az első az cockpit heat az 100%. A másik meg az... Mindjárt megnézem. Az 60. Ismerem fel igazából a... Ezen a fotószínen igazából az... Az utakat. Ja, én átértem esőbe. Aha. Vagy nem tudom. Egy éve robottal repülsz? Nem, manuális a repülőkézzel. Bár lehet ezért nem kéne bekirállítanom a... Legalább tartja a magasságot, vagy az irányt. Megint eső. Bár nem tudom, mert... Minusz 8 fok. Nem? Ja, de minusz 8 fok. Nem találom igazából ezen a... Micsodát? Ja, hogy hívják ott a... Külső hőmérsékletet. Ha fölnézel a napellenződhöz, a fejed fölött lévő napellenződ hajtsd előre, és a feled van. Ja. Ja, látom. Ja, nem digitális minta ez én. Ja, nem, hát ez valami, ez úgy modellezték állítólag ezt a repülőt, hogy ez valami a 62-es gyártású. És a, csak a izét rakták bele. Ott a jobb oldalon fönt azt a izét, én digitális VOR cuccot, meg a robotpilótát, de a robotpilóta is csak ilyen kezdetleges izé, gyro vezérelt izé cucc. Ja, hát elvileg azok már sárvár előttem. Svár, Körmenc... Sárvár, akkor elvedek. Akkor kéne látni ezért, hogy folyó van itt, nem? Milyen folyó? Milyen folyó? Ja, Rába. Ez megjelent neked? Nem tudom miért. Igazából én sem, mert tényleg fönt vagy a webájon is, meg mindent, tehát elvileg ez egy csatlakozó, hogy nem értem, hogy miért nem. Ja.
Ja, ezért van, nem Vasvár... Nem Vasvárfölfény? Hát most a térkép alapján Káld fölött vagyunk. Te mit nézel? Vasvár. Hát csak a... János. Hát utakat próbálom nézni. A 84-es út van mellettünk, jobb oldalon. Ja, értem. Ja, értem, ha megvan. Az a hosszú, egyenes út, az vezet be gyakorlatilag ezére. Sárvára. És utána az az út vezet fölfelé is, amerre mi megyünk tovább. Mert ugye Sárvár után már fordulunk majdnem teljesen északra. És az már a reptérre fog kerülni. Igen. Igen, 84-es út. Akkor lehet, hogy azért volt, az János háza volt. Nem tudom, csak próbáltam a térképet nézni. Majd a papír térképet. Kicsit túl magasan vagyok. Ja, hát szerintem most vagy te ezért fölött. Micsoda, a Káld fölött. Aha. Azt hagytad el. Igen. Milyen sebességünk van? Tessék? Milyen sebességem ész? 100... Kicsivel kevesebb, mint így. Ja, 115 mérföld körül. Ground speed-om a 129 a ground speed és 112 a indicated. Én elértem ezért. Sárvárt. Forduló. Igen, most már én is vizé vagyok, a sárvára fölött vagyok. Köszönöm, kicsit lejjebb kell menni.
olvasom majd. 2003-on. Elég alacsonyak a felhők. Ja, látom. Igen, hát lá, ott jobbra már a rábát lehet látni igazából. Ha jól látom. Na, még egy 7 perc körülbelül. Na, tolod neki. Ja, próbálom bejönni melléd.
Elég alacsony a felhők. Igen. Izébe repült rendes időjárása? Aha, hát a... Azt hiszem, igen. Mert annak is van ilyen saját izé aktuális időjárás beállítója, hogy aztán mennyire pontos, nem tudom. Annyira biztos nem jó, mint az Active Sky. Csíj, minden is. Nagyon rángat valami. Hát a vékem. Lehet. Balfordulós vagy a jobbfordulós a izé, standard pattern? A bal. A jobb a ritkább szerintem. Legalábbis Angliában biztos. Ha nincs specifájában, akkor jobbos. Ja, csak mert most nem... balos. Mert aztán most nem tudunk izé straight-in approach-ot csinálni, mert a hátunk mögül fúj a szél. Ja, hát elvileg azt hiszem úgy kérnem, hogy átrepülünk fölötte, nem? És utána? Hát, ja, kicsit jobbra elmegyek mellett, aztán egyből azért a downwindre megyek rá. Jó. Nem nézem a webbyte, nem tudom, nem... Valaki körülöttünk, nincsen valaki. Ja, nézem, nincs itt senki, kutya sem. Irányítás se semmi, úgyhogy azt csinálunk, amit akarunk. Itt a puszta családi repülőtér ott túl. Látom szembe, igen. Betonos pálya. Akkor rákavarsz egyből? Hát, ja, adom, micsodára, downwindről. Jó van. Ja, igen, mert hátról a szél. Oké. Okay. Ja, hát hogyha elmegyek olyan... Mit tudom, ilyen... 0,2 nautical mile mögötted, akkor olyan ilyen... Olyan végtörből ezt csinál. Igen, azt csinálja, az, hogy így jobbra-balra csapódik. Ah, és akkor csapódik jobbra-balra. De szerintem egy kicsit az excessive az egy Piper-től. Bár nem tudom.
16-os pályája van, nem? Aha. Jó, én is ráhúztam, hogy létám mindez. Lejöttem a pályáról, ha gondolod. Oké. Ja. Megjöttünk, kemény landolásból. Igen. Ja, kicsit odavertem. Taxi, de csak az elején van egy ilyen nagyon pici lehajtó. Megvan. Igen, mégis megtaláltam a nyelzőn.
Hát elég bénán álltam be, nem is látom, hogy hol van. Na, jó lett ez. Na. Na, király. Hát ez is megvan. Remélhetőleg el is fogadják. Persze. Be. Ilyen transponder standbar-ra kell fel rakni egyből. Azt én is sokszor elfelejtem. Ez az nem tudom micsoda ez a... Micsoda? Ez az alternate static sword. Source. Ja. Ez hogy, val- hogyha valami nem, hogyha valami történik a, tehát elfagy a statikus pontja a repülőgépnek, akkor tudsz másik helyről beengedni. Tehát a sebességmérő vagy ilyesmi. Ja. Ja, ezért igen, hogy a vágom. Ja, hogy nem csak az a hoaxli vagy boxli van a oldalán. Igen.